In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et spiritu Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri, Domine. Ostende nobis, Domine, misericordiam Tuam. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Oremus. Quesumus Domine Deus noster, ut in illa caritate, qua filius tuus diligens mundum mortis et radidit, inveniamur ipsi, te opitolante alacriter ambulantes, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, aki egykor utat készített a tengeren át, és ösvényt a nagy vizekben, aki kivezette a harci szekereket és lovakat, a hadsereget és a hőst. Elbuktak, és nem keltek föl többé, odavesztek, és kialudtak, mint a mécses lángja. Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgaira figyeljetek. Nézzétek, én valami újat viszek végbe, és már sarjadóban is van. Nem látjátok? Valóban utat készítek a pusztában, és folyókat a sivatagban. Dicsőíteni fog a mező minden vadja, a sakálok és a struccok, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak népemnek, az én kiválasztottamnak. A nép, amelyet magamnak alkottam, hirdetni fogja dicsőségemet. Ez az Isten igéje.
Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt, szemétnek tekintek, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is valljam vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is. Nem mintha már elértem volna, vagy már a célban lennék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is megragadott engem. Testvéreim, nem gondolom, hogy már is magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus kiment az olajfák hegyére, kora reggel újra megjelent a templomban, a nép köréje sereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésenért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá. Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?
Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik, az vesse rá az első követ, akik közületek bűn nélkül van. Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította. Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el. Senki, Uram, felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki, én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, Nagybőjt 5. vasárnapjának előestéjéhez érkeztünk. Ezzel nagybőjti időszaknak a végéhez közeledünk, hiszen jövő hét virágvasárnappal már a nagy hétbe torkollik. Talán érdemes átgondolni az idei nagybőjti utunkat. Mi az az út, mi az a folyamat, amit megtettünk? Hogy sikerült-e nagybőjti elhatározásunkat, jó feltételeinket megtartanunk? Sikerült-e megváltoznunk? Sikerült-e újból a megtérés útjára lépnünk? Újra Krisztusra figyelnünk? Ez a vasárnap szentírási olvasmányok segítségével elénk siet, hogy ezt az önvizsgálatot meg tudjuk tartani. Valamiképpen megragad bennünket, ahogyan Szent Pál apostol beszélt a Szentleckében. Krisztus megragadott engem. Krisztus magával ragadott engem. Keresztény életünknek ez mintegy az alapja. Krisztus megragad bennünket. Krisztus szólít bennünket, hogy felé forduljunk, hogy elfogadjuk az ő szeretetét. Ehhez az kell, hogy szembesüljünk önmagunkkal, szembesüljünk bűneink következményeivel. És akkor tudunk szembesülni azzal az irgalmas Jézussal, aki bennünket sem ítél el, aki nekünk is ugyanazt mondja, amit a házasságtörő asszonynak. Menj, de többé ne vétkezzél. Jézus talán leginkább azzal botránkoztatta meg korabeli embereket, hogy saját irgalmas magatartását, az Isten bűnösökkel szembeni magatartásával azonosította. Egy asztalnál evett a bűnösökkel, szóba állt velük, hogy közvetítse feléjük az Isten irgalmát, hogy megmutassa, hogy valóban elérkezett az Isten országa az ő személyében, a vele való találkozásban. Ő benne ismerjük föl az Isten irgalmát. És ezzel korabeli vallási vezetőket is választás elé állította, hiszen ők maguk is megfogalmazták rémületükben, ki más bocsáthatja meg a bűnöket, mint egyedül az Isten. Ha tehát Jézus megbocsátja a bűnöket, akkor ő maga az Isten, vagy a vallási zsidó vezetők számára Isten káromlás, Isten káromló. És ezért is fordulnak ellene. Jézus vagy igazat mond, vagy ő a valóságos Isten. Ezért akartak mint egy csapdát állítani Jézusnak a házasságtörő asszony esetével is. Mit kell tenni? Ott van a törvény, amely szigorúan megparancsolja a házasságtörőknek a megbüntetését. Ha elítéli Jézus ezt az asszonyt, akkor megtagadja az irgalmasságot.
ha megbocsát neki, akkor mondhatják, hogy a mózesi törvény ellen vétett, de mindkét esetben vereséget szenved. Jézus azonban nem várt módon viselkedik ebben a helyzetben. Nagyon érdekes, hogy először is hallgat, lehajol és újjával írni kezd a földön. Nem tudjuk, hogy mit írt, ezt nem örökítették meg az evangélisták. A farizeusok és az írástudók erőszakosságára mégis fölemeli a fejét, és egyetlen mondatot mond, ami talán fényt vett az ő gondolataira, mit is írhatott a földre, hiszen azt mondja, az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek. Ez a válasz mindenkit lefegyverez. Ellenségei egymás után eloldalognak, hiszen erre a válaszra nem tudnak mit mondani. Jézus egyedül marad ezzel az asszonnyal. Az emberi nyomorúság állott középen, és ez a nyomorúság, ez a bűnös ember találkozik az Isten irgalmával. Az Isten irgalma ugyanis lehajol hozzánk. És ebben a pillanatban Jézus újra beszélni kezd. Hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el? Senki, Uram, feleli az asszony. Jézus szavai igen mélyre hatolnak. Nem közömbösek, tele vannak részvéttel. Jézus így fordul felénk is, testvéreim. Az Istennek ugyanis egyetlen egy ember élete sem közömbös. Az Isten végtelen szeretettel és részvéttel hajol le felénk, mint egy kézen fog bennünket, hogy fölemeljen önmagához, fölemeljen, hogy megismertessen szeretetével, hiszen ezért jött el, ezért jött közénk. Az Isten újja írni kezdett a földön Jézus Krisztus személyében, és beleírja a mi szívünkbe is az Istennek a szeretetét, az Istennek az irgalmasságát. Azért jön, hogy megszabadítson, azért jön, hogy fölemeljem. Azért jön, hogy szóljon hozzánk, hogy a szegényeknek, a bűnösöknek hirdesse az örömhírt, és ez az örömhír nem más, mint a szabadulásnak, a megváltásnak az örömhíre. Azt mondja az asszonynak, menj, de többé ne vétkezzél. Elindítja az úton, menj, indulj el az élet útjára, térj vissza az életbe, de ne legyen benned félelem, ne félj a vádlóittól, ne félj embertársaittól, egyedül az Istenre figyelj. Ugyanis ha az Istenre figyelünk, őrá tekintünk, akkor tudjuk igazán örömmel járni az élet útját, és akkor tudjuk ránk leselkedő igazi veszedelmet elkerülni. Mert ez az igazi veszedelem nem az emberi kudarc, nem az emberi szenvedés, vagy embertársainktól elszenvedett elítélés, hanem a bűnnek a kudarca, amikor az Istennek fordítunk hátat. Ez a legszomorúbb valóság az életünkben. Ezért akarunk egyre inkább az Istenre tekinteni. Ő az, aki küld bennünket, irgalommal és szeretettel, fölemel önmagához, hogy ebben az állapotban tudjunk tovább cselekedni, tudjunk tovább élni, tudjuk mi magunk az életünkkel hirdetni az Isten szeretetét, hirdetni a csüggett szívűeknek, embertársainknak, hogy nincsen elveszett, kudarcot szenvedett élet, hogyha az Úristenhez fordulunk, ha kérjük az ő irgalmát, sőt, ő már elénk jön, ő már elénk siet, lehajol hozzánk. Az irgalom és a megbocsátás útján akarunk járni. Az életünk megújul az Istennel való találkozásban, és ezt a megújulást, az Istennek ezt a szeretetét akarjuk tovább adni. A házasságtörő asszony személyében elsősorban saját magunkat kell fölismernünk, azt a bűnös embert, aki teljes mértékben rászorul az Isten irgalmára, akit csak az Isten szeretete tud fölemelni. Hiszen egyikünk sem bűntelen, napról napra tapasztaljuk gyarlóságunkat, tapasztaljuk a bűnnek a lehúzó erejét, tapasztaljuk a bűnnek a kudarcát, amelyet talán sokszor szeretnénk másra
másokra fogni, vagy a körülményekre. De tudjuk, nagyon is vétkesek vagyunk ezekben a dolgokban. Az Úristenhez fordulva ismerhetjük föl, hogy még ebben a helyzetben sincs semmi veszve az életünkben, hogy az Isten irgalma soha nem hagy el bennünket. A megtérés ugyanakkor mindig megköveteli a bűnnek a napfényre kerülését, azt, hogy a dolgokat a nevükön nevezzük. Nem a bűnnek, a rossznak az eltusolásáról van itt szó, vagy az elkendőzéséről. Az igazi megtérés és az igazi bűnbocsánat akkor jön létre, amikor beismerem a bűneimet, amikor nem akarom az Isten előtt és önmagam előtt rejtegetni ezeket. Beismerem a rászorultságomat, és az Isten szeretete fényt derít ezekre a sötét dolgokra az életemben. Fényt derít rá, hogy világosságba, fénybe boruljon az életem és a lelkem. Hogy megvilágosultan, az Isten szeretetével átitatva tudjak tovább lépni. Az Isten szent lelke megvilágítja életünknek a sötét oldalát, de nem azért, hogy elítéljen, hanem ahogy hallottuk, azért, hogy felemeljen, azért, hogy menjünk, de többé ne vétkezzünk. Az Isten szent lelke megtisztít és felemel bennünket. És ez vezet el bennünket arra a felismerésre, amiről Szent Pál apostol Filippi levélben beszélt, ahogy a Szent Leckében hallottuk. Elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért. Elfelejteni, ami mögöttem van, nem azt jelenti, hogy az ember nem törődik a múlttal, hanem azt jelenti, hogy új fényben akarja látni, az Isten irgalma fényében a saját életét, embertársai életét, az emberiség történelmét. És nem a kudarcokra koncentrálunk, nem a bűnre, hanem arra, ami abból, hogy az Istenhez fordulunk, ami a bűnbánatból, az Isten irgalmából bennünk is megszülethet, bennünk is valósággá válhat. Hogy az Isten bennünket is fölemel, a mi életünket is megújítja. Engedjük, testvéreim, hogy Krisztus bennünket is megragadjon, ahogy Szent Pál apostol beszél erről. Ez a megragadott életállapot teszi lehetővé, hogy menjünk az Isten szent lelkével megerősítve, menjünk lendületesen előre, újból és újból a megtérés, a bűnbánat útjára lépve, újból és újból találkozva az irgalmas Jézussal. Engedjük, hogy a nagybőti idő hátralevő részében az Isten elvezessen bennünket erre az állandó megtérésre, hogy számunkra is napról napra felragyogtassa az ő irgalmát, felragyogtassa az ő szeretetét, és ezt befogadva tudjunk küldetésünknek megfelelően élni ebben a világban. Amen. Credo in unum Deum.
Testvéreim, járuljunk alázatos szívvel az isteni kegyelem trónusa elé, és kérjük mennyei atyánkat, hogy erősítsen meg minket gyengeségeinkben. Add, Urunk, hogy mindenki tartsa tiszteletben a házastársi hűséget, és a családok egységének megőrzéséért legyen kész minden áldozatra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy egyházat pásztorai nagy bölcsességgel és szelídséggel gyakorolják lelki hatalmukat, amelyet Krisztus Urunktól kaptak. Kérünk téged, hallgass meg minket.
add, hogy az állami igazságszolgáltatás a rossz szándékú emberek elrettentésére és a vétkesek javulására szolgáljon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy életünk nehéz helyzeteiben is mindig megtaláljuk a helyes megoldást. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy jó tetteinkkel sose hivalkodjunk, és hibáinkat mindig készségesen beismerjük. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy bűnbocsátó irgalmad ne könnyelműségre indítson minket, hanem irántad való szeretetre gyullassza szívünket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei atyánk, add, hogy mindig legyenek olyanok, akik nem csak szavukkal, de döntéseikkel és cselekedeteikkel is vállalják azt, hogy hatalmas szőlődben, az egyházban, mint papok munkálkodjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irgalmas Istenünk, alakíts szívünket, hogy határozottan elforduljunk a bűntől, de legyünk megértők a bűnösök iránt, Szent Fiat szelítségét követve, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.